Yeah.
Spanyolországban kezdődött. 1990-ben Széchenyi testvérvárosunk fölkeresett bennünket egy ötlettel, hogy ünnepeljük közösen január 22-ét, és meghívták az iskolákat, a szavalókat és az énekmondókat a Kárpát-medencei vers és népdaléneklő versenyre. El is mentünk, el is kezdtük, és ugye szöget ütött a fejünkbe, hogy azért ezt itt nekünk is ünnepelnünk kellene, megemlékezni róla. És nagyon sok ötlet kavarodott a fejünkben, mivel többségünk tanár volt, ezért a diákokat ösztönöztük. Volt olyan nap, amikor verskarddal köszöntöttük ezt a napot. Volt olyan nap, amikor Kölcsey életéről emlékeztünk meg. Volt olyan január 22-e, amikor 122 gimnazista együtt mondta el nemzeti imákat a templomban, a Füleki gimnázium előtt és a Füleki vár alatt. Olyannyira megtetszett ez az anyaországnak, hogy ezt a flashmobot azóta is használják. Január 22-én nagyon sok mindenütt együttesen, közösen mondják el versként a nemzeti himnuszunkat. Azóta 5 éve itt közösen ünnepünk. Nagyon fontos ez az ünnep mindannyiunknak. Bár nem piros betűs, de fontos az, hogy akik nap mint nap, vagy hetente próbálnak, énekelnek, verset mondanak, táncolnak, színjátszóznak, kézművességgel foglalkoznak, minden, ami a magyar kultúrába beletartozik, azok mellett mások is foglalkoznak a magyar kultúrával. Mert nem csak azok művelik a magyar kultúrát, nem csak azok támogatják a magyar kultúrát, akik látszódnak, hanem azok is, akik mögöttük állnak. Ma először olyan embert mutatunk be és díjazunk, akik sokunknak kedves, barát és több mint rokon. Kérem, hogy fáradjon fel a színpadra Fehér Miklós, a Prokultúra férfi karnagya. Fehér Miklós eredetileg magyar ének zeneszakos tanár, 25 éve a Füleki Prokultúra férfikar karnagya. A kórussal ez idő alatt 7 alkalommal kapott aranyminősítést a Várántai Kodálynyokokon. Fülekváros díszpolgára és Nógrád közművelődéséért díjas, tiszteletbeli csemadok tagunkat Bártos Gyula, a Csemadok országos elnök köszönti. Tisztelt Fehér Miklós, tisztelt karnagy úr! Engedje meg, hogy a Csemadok országos elnöksége nevében szeretettel megköszönje azt az eredményes és sok lemondással járó fáradtságos munkát, melyet a régió, a város, a felvidéken élő magyarok és az egyetemes magyar kultúra érdekében végzett, és előre is megköszönjem azt, hogy ezt a munkát természetesen a mi közös örömünkre folytatni is fogja. Isten áldja meg, Isten éltesse, és köszönöm a Csemadok országos elnöksége és több mint 50 000-es tagsága nevében azt, amit tesz, és azt kívánom önnek, hogy ez a tevékenység a következő időszakban is legalább annyira eredményes legyen, mint az elmúlt több mint 2 évtized során volt. Isten éltesse és köszönöm szépen! Mint tengercseppjei, síkmezőnek füvei, oly nagy bőven szálljanak rá, égnek áldásig. És nem csak rá, erre a gyönyörű magyarságra és az egész nemzetünkre. Köszönöm. A elismerő okolevélhez virág is jár, kellek átadását én feladatom. Azzal, hogy a karnagy úrnak erőt, egészséget kívánja, és azt,
hogy mint a Kodály Napoknak az egyik főszervezője, 25 év múlva is ott még erő egészség mellett alakozunk. Szívül gratulatok! Csodálatos talaj, és sokat esik az eső, hála az Istennek, és így nagyon könnyű jó barátok között eredményeket elérni. Köszönöm szépen! Jó barát közművelődésért oklevél Pócos Józsefnek, a népi hagyományok újraélesztéséért és megtartásáért, valamint a Néptánc mozgalomban végzett folyamatos tevékenysége és a kultúra terén végzett fáradhatatlan szervező munkája elismeréséért. Gratulálok! Kisgyermekekkel és a szülőkkel folytatott közös foglalkozások értékteremtő és közösségépítő munkája elismeréséért. Köszönjük szépen! Művelődésért oklevél a Fülek Kovácsi Mezei Csoport éneklőcsoportnak. A népdal éneklés terén kifejtett 40 éves folyamatos és eredményes munkájuk elismeréséért. Kérjük Fáradjon szinten! Fülekkovácsi Mezei Csoport női éneklőcsoport 1977-ben alakult meg Bálint Mária vezetésével. Végül, de nem utolsó sorban, az idén első alkalommal Nógrád közművelődésért életműdíj Agócs Máriának, a Füleki Melódia női karban végzett 40 éves kórustagsága és a 25 éves fáradhatatlan elnöki tevékenysége elismerésére. Gratulálom, és kérjük Fáradjon szinten! Agócs Mária 1978 óta tagja a Melódia női karnak, melyet a Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusai alapítottak. A kórus megalakulásától folyamatosan működik. Tagjai pedagógusok, vállalkozók és közalkalmazottak. 1993 óta a kórus elnöki posztját tölti be Agócs Mária. Az ő vezetése alatt a kórus több belföldi és külföldi szereplésen is részt vett, melyek közül a legemlékezetesebbek voltak a Magyarországon és a Vajdaságon kívül az erdélyi, ausztriai, csehországi és a horvátországi szereplések. A hazai megszámlálhatatlan fellépést évente kétszer a Füleken megrendezendő nemzetközi kórus találkozókkal tetézi a kórus, melyeknek rendszerint Mária a rendezője. Megköszönjük a
területi választmányának vezetését, és éppen a minőkákat értékelték a mai díjakban, és engedjék meg, hogy különben köszönjem a kölegi csomagok alapszervezetének, hogy engem először is alkalommal az életműdíjra javasoltak. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, hogy a díjak átadását és levezetését Koronci Ferenc tanár úrnak. Most pedig szeretettel köszöntjük László Attilát, aki megtisztelt minket jelenlétével. Hogy elég lenne, hogy csodás hangjának megemlítésével bejelenteni, de illik megemlíteni, hogy a Csillag születő tehetségkutató verseny egykori győztese. Elsőként Gond Zsuzsai és Bódi László Csodálatos Világ című dalával kedveskedik a díjazottaknak, és helyettük is énekli a dalfő gondolatát. Én nem tudom, másképp csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok. Nem tudom, másképp. Elárulja minden magát, csodálatos világ.
szokták felvidéki és újabban Baranta himnusznak is nevezni, miután egy eme magyar népi harcművészet művelői is előszeretettek nekik. Feltételezhetően alapja egy népköltés, amit később a Gömöri Pósa Lajos tanár költő és dalszerző átírása miatt tarthatnak Palucnak, ahogy felvidékinek. Előadja Bozó Andrea népdalát. Isten anyám, meg a magyar, tartson neve még a föld tart. Paradicsom hazája van, éljen, mint a Haldunava, éljen, mint a Haldunava. Töltse békével napjai, tatár török más ellenség, minket meg ne rendíthessék, minket meg ne rendíthessék. Isten áldjál meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Oh,
Oh!
Istenem.